Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési műsorunk alkalmával. Mai vendégem pszichológus és írásszakértő, klinikai írásszakértő, akik régebben nézték a televíziót és a kék fényt, annak a műsorvezetője volt dr. Agárdi Tamás, aki sikerült a mai műsorunk vendégeként elérni. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm Tamás, szépen a meghívást. Hát itt végső soron bűn megelőzésről van szó, és vannak a kriminálpszichológusok, te klinikai pszichológus és írásszakértő vagy. Ez mibe különbözik a kriminálpszichológus munkájától? Tulajdonképpen részben át is fedik egymást, részben egymás mellett dolgoznak. Az alap az, hogy pszichológus. És akkor ki merre szakosodik, sportpszichológia, reklámpszichológia. A klinikust egy kis sovinizmussal én a szakma csúcsának tartom, mert tényleg az elmebetegekkel foglalkozva az ember a léleknek azokat a mélységeit is megismeri, ahová egyébként nem lehet eljutni. A bűncselekmények elkövetőinél nagyon sokszor ott van, hogy ott azért klinikailag sem minden stimmel. Hiszen a normál ember, aki nem deviáns, az nem követel bűncselekményt. Ezzel én nem azt mondom, hogy minden bűnelkövető elmebeteg, de a deviancia az ott van, és a devianciával foglalkozik a kriminalisztikai pszichológia is, meg a klinikai pszichológia is. Tehát ez például egy összekötő kapocs, nagyon sok ilyen van még. Én úgy gondolom, hogy a te feladatod a bűn megelőzésnél igencsak fontos lehetne, hogy melyek azok a területek, ahol érdemes lenne ez a témával egy kicsit többet foglalkozni. Mert a kriminálpszichológusok munkájával tisztában vagyunk, itt a műsorban is többször megfordultak, és konkrét bűncselekményeknél. De van olyan bűncselekmény, amit érdemes lenne megelőzni, és akkor nem kellene már kriminálpszichológus. De én úgy érzékelem, hogy a ti munkátok bűncselekmény elkövetőinél inkább családi erőszaknál fordul elő, ahol igencsak meg kell szólaltatni az elkövetőt, meg a családtagot, a gyerekeket is, ami igencsak kényes kérdés, és feltételezem, hogy ilyenkor, hogy még tökéletesebb legyen a bizonyítás, írásmintát is vesztek. Ugye nem tudom, jó adtam elő ezt a kérdést. Én a szakmámat igazságügyi szakértőként gyakorlom, ebből következik, hogy hová rendelnek ki igazságügyi pszichológus klinikai írásszakértőket büntetőügyekben, ahogy említetted, gyilkosságok, erőszakok, nemi erőszakok, családon belüli erőszak. A másik nagy terület pedig a gyerekelhelyezés. Az írásnál pedig ugye végrendeletek, szerződések. Tehát az esetek zömében a szakértő akkor találkozik, amikor már a bűncselekmény megtörtént, a bűnelkövetőkkel vagy a sértettekkel. Nagyon sokszor van, pláne fiatalkorú, kiskorú sértett. Nem emlékszik, sokkolta őt, beszűkült a tudata, ami vele történt, és ilyenkor kell a pszichológus, hogy feltárja, ami a pszichikumában van. Nagyon sokszor nem is nagyon férünk hozzá egy ülésben, például ezért használjuk a igazságügyi hipnózist, ami arról szól, hogy ha éber állapotban már nem fér hozzá az emlékezetéhez, például az áldozat, akkor van rá esély, hogy egy igazságügyi hipnózis során élményfeltárás a hipnózisban előjönnek dolgok. Tehát a stressz miatt nem tud visszaemlékezni? Például a stressz miatt, igen. Tehát oly mértékben sokkolja őt, ami ott történt, hogy az emlékezetét elfedi. Van egy védőmechanizmusa a léleknek, és azt mondja, hogy ez neked nagyon súlyos, nagyon nehéz emlék, ezt jótékonyan a feledés homályába. Lefedjük. Lehet hozzáférni. Igen ám, de ugye a bűnelkövetést mondtad, én úgy tanultam, hogy a legjobb bűnmegelőzés, hogyha az összes bűnözőt elfogjuk, mert akkor ennek... Álom, édes álom. Igen, de minél nagyobb, minél intenzívebb a bűnözőknek a megfogása, hogy ezt mondjam, annál ennek van egy ilyen megtartó hatása, hogy nem érdemes letérni a bűn útjáról. De például egy dolog, amit említettél, végrendeletek. Nagyon sokszor évekig elhúzódó tárgyalások vannak, hogy ő írta alá, nem ő írta alá, magánál volt, mert mindenki mondja, hogy meg kicsit idős volt, már nem minden emlékezik, szenilis volt.
És ugye akkor nem is az ő írása. Nem is az ő írása, büntető feljelentések vannak benne belőle. Ugye az igazságügyi elmeszakértő az iratokból tud már dolgozni, nem tudja megvizsgálni. Tehát le van írva, hogy ekkor és ekkor ilyen gyógyszert kapott, ezzel kezelték, ezek voltak a tünetei. De nem tudja, hogy abban a pillanatban, amikor aláírta a végrendeletet, hogy akkor milyen állapotban volt, ő egy folyamatot lát. Most a klinikai írásszakértő, aki szintén látja ezt a folyamatot, de akkor és ott, abban a pillanatban van neki, van egy mintája, az az aláírás. És így akkor 4-5 év elteltével tudjuk rekonstruálni, hogy milyen lelki állapotban volt. De ha megelőzés, azt mondom, hogy ott van a közjegyző, vagy az ügyvéd, aki előtt megcsinálja a végrendeletet. Több olyan per volt, ügyvédek is vádlottak voltak, mert azzal gyanúsították őket, azzal vádolták őket, hogy annak ellenére, hogy a végrendelkező zavart volt, minden ő hagyta, hogy aláírja, és ezek teljes joggal mondják, hogy ők nem szakemberek, ő nem tudja megmondani. És ezért gondoljuk például egy nagyon jó megelőzési lehetőség, hogy a végrendelkezésnél ott legyen egy szakértő, vagy ha nem is ott van, de akkor is egy szakértői véleményt állítson ki, hogy igen, ez az ember végrendelkezésre alkalmas, belátási képességgel, szerződéskötési képességgel rendelkezik. Tehát nem csak a bűn üldözésben, hanem a bűn elkövetésben is nagyon nagy szerepe van, és lehet az igazságügyi szakértőknek, így a pszichológusoknak is. Azért mondom, hogy ez bűn megelőzési műsor, és én úgy gondoltam, nem véletlenül hívtalak meg a műsorunkba, hogy fontos dolog, egy csomó problémát el tudnánk kerülni, hogyha ha tisztában vagyunk azzal, hogy most hova kell szakértő? Hova így kell van. Szakértőt hívni, mert akkor évekre biztosítva vagyok arról, hogy nem fognak gyanúsítani azzal, hogy hamisítványt terjesztettem elő, vagy hamis az okirat. Szóval itt rengeteg. De említetted ugye a családokat. Nagyon sokszor egy pszichológus szakértő megnézi a családot, és azt mondja, hogy ezek egy puskaporos hordón ülnek, a család egyik tagja egy időzített bomba. Csak az a kérdés, hogy mikor fog fölrobbanni, és az a kérdés, hogyha ez a családtag, aki hordozza magában az agresszió lehetőségét, hogy ez robban, hogy akkor mi lesz ott? Megöl valakit, vagy ez egyszerűen csak egy 8 napon túlgyógyuló súlyos testi sértés lesz, vagy egyszerűen elmegy és berúg. Tehát nagyon sokszor a család, a környezet, mindenki mondja, hogy hát ezt már évek óta sejteni lehetett, hogy ebből itt még valami katasztrófa lesz, valami tragédia lesz. Tehát itt is azt gondolom, ma már azért van egy olyan hálózat, gyermekvédelem egyebek, akik, ha a munkájukat úgy végzik, akkor még megelőzni lehetne az ilyen családi drámákat a szakértőnek az igénybevételével. És ezt hogy lehet elérni, hogy ez bekövetkezem? Én úgy érzem, hogy ezen a területen az emberek eléggé tájékozatlanok. Igen, és azt gondolom, hogy még a hatóságok és a hivatalok fejében is inkább az van, hogy ha történt egy baj, akkor azt valamilyen módon korrigálni, gyógyítani. Kevésbé van benne az ügyintézőknek, a döntéshozóknak a fejében az a fajta megelőzés, hogy igenis konkrétan lépni. Tehát az is egy nagyon jó megelőzési forma, hogy ismeretterjesztés, tévéadások vannak, írnak róla. De azt gondolom, hogy a konkrét családok életében, ha már most a családi drámáknál maradunk, a konkrét családi drámáknál is lehetne megelőzés, van is egyébként. Tehát a gyermekvédelmi gyámhatóság, védelembevétel, tehát van egy sor olyan intézkedés, ami azt sugallja, hogy próbálják a hatóságok megelőzni ezt a folyamatot. Távoltartás, ugye, hogy ma már lehet ilyen intézkedéseket hozni. Van is, amikor használják ilyenkor a pszichológus szakértőt. Tehát a munkánk egy része ez, hogy a gyámhatóságtól érkezik a megkeresés, hogy indokolt-e, hogy az apát eltiltani a gyerekétől. Vagy például közelmúltban vizsgáltuk, egy nagyon nehéz dolog volt. Nagyon intelligens, értelmes szülők, aranyos két gyerek. Ezek a veszélyesek. És az apuka egyszer csak bekattant, a szó szoros értelmében pszichotikus elmebeteg állapotba került, és ebben az állapotában súlyosan megsebesítette a két gyermekét is, meg saját magát is.
Előzménye volt neki? Semmilyen előzménye nem volt. Tehát betegség Bordasztó. Sem volt. A család az egy norma követő, tisztességes család. Tehát derült égből a villámcsapás. De ugye az igazi gond ott kezdődött. Bíróság fölmentette, elrendelte a kényszergyógykezelését. 3 vagy 5 vagy 6 éven keresztül ment a kényszergyógykezelés. Teljesen meggyógyult. És most jön az apa, akinek természetesen bűntudata van, azt mondja, ő semmire nem emlékszik, az agyon bekattant, és ez valós, nem emlékezhet, és most megint szeretne találkozni a gyerekeivel. És mondja meg a pszichológus szakértő, hogy lehet-e, nem lehet-e. És ugye önmagában... Ez borzasztó nagy felelősség a pszichológus részéről, hogy most igen vagy nemet, igen mond vagy igen. Nemet. Hát azért a mi jogrendünk az olyan, hogy a szakértő véleménye alapján majd a bíróság dönt, de akkor is a bíró megteti azt, hogy a szakértői véleményre azt mondja, hogy ezt nem fogadom el, de általában igen, nagy a felelősség, és ezért én magam részéről azt mondom, hogy egy az a jó szakértő, aki tudja, hogy mit csináljon, amikor nem tud. Magyarul tudjam, hogy hol vannak a korlátaim. Tehát tudjam azt mondani, hogy erre a kérdésre megalapozott válasz, rendelkezésre álló ismeretek alapján nem dolgozható. Tehát akkor ne csináljon presztízs kérdést ebből, hanem hívjon más kollégákat? Vagy abszolút, így gondolod? Abszolút, abszolút. Én így értelmezem vagy, ezt. Vagy ketten-hárman tegyük össze a tudásunkat, vagy hárman is azt fogjuk mondani, hogy ma a mi tudományunk, a mi tudásunk állása akkor szerint... Ez a megnyugtató. Ebbe, igen. Az az érdekes, az összes ilyen bűncselekmény, az erőszakosaknál, gyilkosság egyebeknél, hogy visszafelé nagyon gyakran megtaláljuk azt a logikai szálat, ami mentén ez az ember az ő személyiségével eljutott odáig, hogy gyilkoljon, vagy megerőszakoljon valamit. De előről oda jutni nem mindig sikerül, mert nagyon sok véletlen tényező is van útközben. Tehát az, hogy például begőzöl, és egy agresszív cselekményt követel. Otthon van, egyedül van, széttöri a berendezés, de emberben nem esik kár. Ha otthon van véletlenül a két gyerek, akkor a gyerekben is kár esik. Tehát nagyon sokszor... Ez hát, a önveszélyes? Önös közveszélyes. Igen, igen. Ez ebbe a kategóriába tartozik, ugye? Hát pontosan, hát ugye most már, mint megtalált személy, hogy itt volt az a hölgy, akit halottan találtak egy levél kíséretében, keresték a hozzátartozó embert, nem találták, majd később megtalálták a Balatonban. És... Ez is olyan volt, hogy eljött egy pillanat, amikor úgy érezte, hogy ő neki most itt véget kell vetni, és véget vetett a családnak, véget vetett önmagának. Ez mikor így? Ez nem régi, mostani. Nem emlékszem le. Nem érdekes, hogy nem emlékszem, de Balaton ez... Közel, Balatonhoz köthető az egyik ez része. Ez borzasztó, borzasztó dolgok ezek. Visszatérve a családon belül a gyerekekre, én úgy tudom, hogy... Írást is, írást vesztek a gyerekektől, vagy rajz alapján tudtok valami következtetés levonni, hogy valóban úgy történt-e, ahogy a gyerek mondja, vagy betanították rá, mert nem egy esetben van olyan példa, hogy a anyuka vagy apuka megtanítja, gyakoroltatja a gyerekkel, pontosan. Mit kell mondani, és ilyenkor kell nektek közbelépni a klinikai pszichológusnak, hogy most ez megtörténhetett így, vagy nem? Igen. A pszichológusok eszköztárában tesztek vannak. Hát talán az egyik általánosan ismert a Rorschach teszt, ahol ilyen pacák vannak, arról kell valamit mondani. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha azok a foltok nem ábrázolnak semmit. Hogyha most erre valaki azt mondja, hogy ez a folt, hát ez nem ábrázol semmit, ez egy folt, annak megemeljük a gyógyszeradagját. Ha azt mondja, hogy két medve táncol, akkor azt mondjuk, hogy ez normál. Csak az ironikus része, de paradox helyzet, ez tényleg így működik. Na most a klinikai írás szakértőnek ez a úgynevezett teszt batériája, tehát a teszt eszköztára, ez kiegészül a kézírással is. És hát a egészen kicsi gyerekeknél, de én még szeretem a nagyoknál is alkalmazni a rajz. Nagyon informatív. Akkor jól mondtam, hogy a rajz. Rajz. Pontosan. Nagyon informatív, hogy mondjuk a családrajznál, hogy ábrázolja a családtagokat. Előfordult már olyan, hogy bejön hozzám a gyerek, megrajzoltatom, utána megy kifelé, az ajtóban van, és boldogan mondja az anyukának, hogy de apát nem rajzoltam oda. Mert anyuka ennyit hát, már tudott, hogyha hát lehagyjuk. Tehát nem csak ebből
dönt, nem csak ennek alapján elemez a pszichológus szakért, hogy rajta van vagy nincs ez a személy, hanem mekkorára rajzolta, milyen színű, milyen távolság, mennyire kidolgozottak a részletek. Tehát olyan sok minden szempont alapján, hogy egy-egy szempontnak a hogy kihagyta vagy nem hagyta ki, ebből csak az fog nekünk kiderülni, hogy itt manipulálás történik, és menjünk el ebbe az irányba. Ez az, amit mondtam neked akkor, hogy sajnos a gyerekeket betanítják, hogy mit kell mondani, előfordul. Mit kell csinálni. Így van. Hát többségében nem, hogy előfordul, igen. Elég gyakran, inkább az a ritkábbik eset, mikor a gyerek nincs erre betanítva, hogy mit kell mondanod, mit kell rajzolnod, mert ugyebár előtt ezt vesz a kedves szülő, idézőjelben kedves szülő egy kis tanulmányt, hogy mit kell csinálni, hogy az ő oldalára billenjen az ügy. És hogy ez az életben sokszor milyen árnyalt. A gyerek tudatosan nem is akar hazudni. Vegyünk például egy egyszerű esetet, hogy elmegy láthatásra, kapcsolattartásra apukához a gyerek. Az anya azt mondja, hogy ha menjél kincsen, mert menned kell, mert hát tudod. Menned majd kell. Csak valahogy kibírom ezt a két napot. És aztán mindenki csodálkozik, hogy ez a gyerek el akar jönni az apjától, nem akar ott maradni két napig. Az anya pedig mondja, és teljes jó szívvel mondja, hogy pedig én küldtem, mondtam neki, hogy muszáj elmenni, muszáj, mert anyát megbüntetik. Tehát, hogy ezek a mély üzenetek, igen, a igen. Tudatalatti üzenetek, tehát van, amikor tudatosan manipulálja. Tudatosan van, nem mondjad, hogy nem van. Tudatosan mondja neked. Hogy fogom kibírni ezt a két napot nélküled, de tudod, mit mondok erre? És ez most lehet, hogy néhány embernek nem fog tetszeni, én bennem nem is ambivalens. Az igazságszolgáltatásnak van egy mellékhatása. Vegyük a válást. Képzelj el egy normál, jól működő családot, a gyerek bömbölve jön az apához, az anyához, és azt mondja, hogy apa adott egy nagy pofon, erre anya mit csinál, na majd máskor ne feleselj apáddal, töröld le a könnyedet, itt a vacsora, edd meg. A gyerek megszeppen, na azért a világ rendben van, anya szeret, talán apa is szeret, és hát igen, lehet, hogy igaza volt. Na mi van, ha a válóper van? Megy a gyerek bömbölve, hogy az anya azt mondja, hogy oj, drága magzatom, mit csinált az a brutális állat? Na gyere, elmegyünk, látleletet veszünk föl. A gyerek már megszeppen megy a STK-ba, ahol egy rakás törött kezű beteg láb, fölveszik a látleletet, utána, na most megyünk a rendőrségre, és följelentést teszünk, a gyerek ott ül a folyóson, a rendőrségen megbilincselt embereket hoznak, és a gyerek egyre rémültebb lesz, hogy úristen, ez ilyen borzasztó dolog, hát kaptam egy pofon, de érted, hogy mi az a határ? A másik, hogy a válóperben kulturáltan elindulnak például, hogy el fogunk válni, megegyeztek, és akkor a bíróság előtt ki fog derülni, hogy hoppá, hát ha én mindig azt mondom, hogy a gyereknek az anyja, az milyen aranyos, milyen kedves, akkor a gyereket oda fogják neki ítélni, elveszítem a gyerekemet. Aha. Tehát mind a két fél elkezdi a piros pontokat gyűjteni, és a fekete pontokat a másik félnek odaadni. És erre mondom én azt, hogy ez egy nagyon mérgező hatása van a lelkekre. Két oldalú játék ez, és rossz játék. Rossz játék. Rossz játék. Két oldalt mondtál, engedd meg, hogy a harmadikra is ráirányítsam a figyelmet, mert egy válópernek nincsen győztese, vesztese van. De a legnagyobb vesztes az mindig a gyerek. A mindig a gyerek. Hál' Istennek úgy vagyunk mi konstruálva, hogy nagy traumákat, pszichés traumákat is az emberi lélek föl tud dolgozni. Tehát azért az elvált szülők gyerekéből nagyon sikeres, harmonikus személyiségi tud válni, mert a pszichikum meg tud birkózni vele. Csak hát az esetek többségében az van, hogy ahol a bántalmazás történik, azokban a családokban a gyerekek személyiségfejlődése már korábban sincs rendes mederben tartva. Tehát egy egészséges, harmonikus családban történik valami dráma. Az sokkolóbb talán, de a gyereknek van egy olyan egészséges személyiség magja, amin alapozódva jobban föl tudja dolgozni. Na most egy deviáns család, ahol a gyereknek a személyiség fejlődése az teljesen már önmagában sérül, oda jön egy bűncselekmény vagy egy trauma, azt még nehezebb akkor feldolgozni. Igen, hogyha a családban a gyerek érzi azt, hogy
hogy veszekedés van, cívódás van, bizonytalanság, akkor elkezd trükközni a gyerek is, és a gyerekek mindig ügyesen ki tudják használni ezt a elkezd szituációt. Elkezd hazudozni, elkezd csavarogni, elkezdi manipulálni a szülőket, ennek ezt mondja, annak azt mondja. Nagyon sokszor ott kínlódunk, hogy kibogozni, mert ugye a kérdés az, hogy az a bizonyos vádtárgyával tett cselekmény, az milyen traumatizáló hatással van a gyerekre. És nagyon nehéz kibogozni, hogy most az volt ilyen negatív hatással, hogy véresre verte az anyát a gyerek előtt, vagy már előzőleg is, hogy állandóan egy ilyen szeretet nélküli, agresszív bánásmód volt, mert ezek általában így összefonódnak egymásra, tehát nagyon nehéz néha kibogarászni. Na, ezekből a gyerekekből nem lesz 100%-os pszichikailag rendezett ember. Nekem ez a vélemény. Ja, a pszichológus az mindig egy, azt mondja, hogy soha nem mond azt, hogy soha, tehát adjuk meg az esélyt, és nagyon sokszor lehet találni, hogy például egy megfelelő párválasztással, egy jó közösségbe való bekerüléssel, vagy mondok más valamit, talán nem mindenki tudja. Lehet, hogy az apa és az anya alkoholisták, szeretet nélkül, agresszióval, nem is, hogy nevelik a gyereket, el vannak egymás mellett. De van a családban egy szerető nagymama, akitől a gyerek megkapja a számára létfontosságú szeretetet, elfogadást, és egy modellt, hogy ilyen kapcsolata is lehet az embereknek. És akkor ezzel felnőtt korában találkozol, azt mondod, hát igen, hát apám mi volt, hát borzasztó, milyen cirkuszok voltak, a mamámat azt nagyon szerettem, és ő esetleg egy teljes életet élő emberé tudott válni, mert megkapta azt a létfontosságú szeretetet. Volt egy respektábilis személy előtte, akit ő pozitív információkat, így van, pozitív így van. Kisugázást kapott, nem a negatívot, és ő ezt megragadta, így mert van. Az ő belső énje azt kívánta, hogy ez a pozitív sugázás hasson rá. Előttem van egy gyűjtemény, grafológiai gyűjtemény, a 200. példány. Ebben azt hiszem, ahogy olvasom, a grafológia születésétől napjainkig benne vannak. Erről egy pár szót mondaná Tamás, mert nagyon sok érdekes dolog van benne, amit olvastam, amit esetleg civileg is fel tudnak használni. Hát hogyne. Erre a lapra, de különösen most a 200. példányra, ez 20 évnek a munkája, hogy 200. példányhoz eljutottunk. Azért vagyunk nagyon büszkék, mert mindenfajta állami támogatás nélkül tartottuk életbe igen nehéz időszakokban is, és azt gondolom, hogy mára egy olyan szakmai színvonalat képvisel, amit a laikusok is olvashatnak. Tehát van benne például a mesterségeknek a címere, hogy így mondjam, ahol különböző szakmák, művészeknek a képviselői jelennek meg, egy portré, ez ugyanolyan, mint bármelyik más magazin, de mellette a kézírását is elemezzük. Tehát azt gondolom, hogy a laikusok számára is, a laikus érdeklődő, értelmiségi érdeklődő számára nagyon sok izgalmas témát hordoz. Visszatérően foglalkozunk a párválasztással, párkapcsolatok segítése a kézírás alapján. Tehát, hogy mondjam csak, mi arra nagyon vigyázunk, hogy a grafológia, meg a pszichológia, az ne egy elefántcsontoronyba, ott a tudósok beszárkóznak is, hanem amit... Ez is egy külön tudományág, azt van, hiszem fel így van, így a grafológia is egy külön tudományág, a pszichológiai úgy szintén, de ha kettőt ötvözzük, akkor sokkal jobb eredményeket tudunk elérni a bűn megelőzésben is, valamint a bűncselekmények vizsgálata során. Pontosan, ugye? És ugye a grafológia is egy hatalmas fejlődésen ment keresztül, tehát amikor én a 80-as évek végén akkor alapítottuk meg a grafológiai intézetet, akkor ugye például először az volt, hogy na nem, hát ebből nem lehet megélni. Hát mára egy társas vállalkozásban egy szakértő cégé váltunk. Igaz, hogy a grafológia mellett most már pszichológiával is foglalkozunk, sőt, hát szakértünk ilyen nem vagyoni károk esetében. Tehát például bűncselekmény. Eltört a karja, a ruházata sérült, stb. Ez mind kiforintosítható. És akkor ott van az, hogy nekem az életem tönkrement benne. És akkor jön a pszichológus, akkor jön a klinikai irány szakértő, hogy a bírónak segítsen, akinek majd ki kell forintosítani. Vagy például most is múlt héten volt valaki, letartóztatták, másfél évig előzetesben volt, és bűncselekmény hiányában fölmentették. Másfél év. Mit ér másfél év a börtönben egy ártatlan ember számára,
hogy a bíró tudjon megalapozott döntést hozni, ehhez mi vizsgáltuk az embert pszichológiai, íráspszichológiai módszerekkel, és ennek alapján születik meg majd egy nem vagyoni kártérítés. Tehát akkor végsősorban A pontos megszüntetés, nem B pontos bizonyítottság hiányában, ez minőségi különbség. Igen. Tamás, nagyon sajnálom, hogy végig meg kell szakítanom a beszélgetésünket, mert lejárt az adásidőnk, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, de szeretném, hogyha úgy ősztáján lesz időd és kedved hozzá, akkor ismételten beszélgessünk, mert én úgy érzem, egy nagyon fontos téma ez. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem odafigyeltek adásunkra, sok észrevételt, sok tanulságot lehet levonni. Viszontlátásra!